Úgyhogy most felállítást arra szeretném megkérni, hogy a szokásos általános értékelését tartsa meg a tavalyi esztendő szőlő terméséről és borairól. Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket, Almány és Ürikmány nevében. Köszönöm, hogy Éva is bekonferálta, igazán élvezetes volt a tegnapi nap, mert beérett az, amiről olyan sokszor beszéltünk, illetve mindenki a tavalyi év termésével a tennivalóhoz be tudta építeni azt, hogy mikor mit, hogyan kellene csinálni ahhoz, hogy a legjobb minőséget tudja hozni az alapanyagból. Akkor sokszor beszélünk arról a négy fő tényezőről, ami a szőlő minőséget befolyásolja, de ugye ebből három az, amit eldöntünk akkor, mielőtt felépítünk, hiszen adott a termőhely, kiválasztunk hozzá a számunkra megfelelő fajtát, a művelésmódot is akkor meghatározzuk, aztán lehet, hogy ahogy múlik az idő, megpróbálunk egy kicsit sorsunkon segíteni és könnyedebbé tenni, azaz, hogyha valakinek túl alacsony volt a művelésmódja, akkor esetleg egy kicsit följebb hozza, vagy ha úgy gondolna, hogy növényvédelmi szempontból, vagy az egészségesebb környezetért egy kicsit kevesebb permetezéssel, azaz, akinek volt gondolva az erdőművelése, és akkor az vagy hűtőművelése, és azt visszahozza egy középmagas korban, tehát ilyen apró változásokat tudunk véghez vinni, de ugyanakkor a termőhely és a fajta a két nagyon jelentősen meghatározó tényező az adott. És akkor utána már az évjárat változása az, ami évről évre kihívást jelent valamennyi termelő számára. És most, ha visszagondolunk, a 2014-es meg a 2015-ös év között hozunk párhuzamot, ugye attól láthatjuk, hogy 2014-ben rendkívül sok volt a csapadék, más problémával álltunk szembe, ugyanakkor a 2015-ös év szinte annak az ellenkezője volt, mert valamennyi hónapban a 60 éves korhoz képest hőmérséklet többlet, azaz hőmennyiség többlet, napfényes óraszám többlet telepedett, ugyanakkor a csapadék közel 1000 mm-vel kevesebb volt, mint 2014-ben. Tehát egészen más különbséget volt, vagy egészen más körülmények között termett meg ugyanarról az ültetvényből ugyanaz a fajta. Hisz az év elején már a 2015-ös év nagy meleggel indult, és már március 3. dekádjának az elején megindult a nemkerítés a szőlőbe, hiszen március 21-én már a 10 Celsius fokot meghaladta a hőmérséklet általa, és ugye ez az a hőmérséklet határ, ami a szőlőben a növényben megindítja a vérkeringést, a netkeringést, és megindítja a vegetációt, azaz, hogyha lemetszünk egy veszélyt, akkor már annak a helyén rögtön a nedvesség cseppek azok megjelennek. Ugyanakkor április 6-án bejött egy hideghullám, ami akkor leállította a szőlő további és gyors vegetációját, de ez sem tartott soká, mert ezt követően megindult újra a felmelegedés, és teljesen beindult a fakadás, és valamennyinél gyorsabb be is fejeződött. Oly mértékben felgyorsult a szőlőnövény fejlődése, hogy május végén már a virágzás is megkezdődött, és július közepére elindult a zsendülés, és ezt továbbra olyan gyors folyamatot követték, hogy augusztus közepén már a szüret is megindult a csapadékgyöngyével. A csapadék hiány azonban végig érezhető volt, ez már a nagy meleg és az azt megelőző csapadék hiány a kötődésnél már hátrányt is jelentett, bár a termés így is bőséges volt, de a túl nagy meleg nem jó a meghozási időszakban, mert akkor a kötődés nem lesz tökéletes, tehát a madárkásfogyók azok ilyenkor könnyebben előállnak. Jelentős volt a hőhullámok száma is, ez a tavalyi évben 5 volt, és olyan megfigyeléseket is gyűjtöttek a kollégák, hogy a gyomflóra is kezd megváltozni, ugye a nagy hőség hatására a gyomok egy része is kiszáradt, ugyanakkor olyan gyomok tudtak fönnmaradni, amik sokkal allergénebbek, tehát megint csak az ember ellen dolgozó környezeti körülményeket tudtunk meg, vagy lehetett megtapasztalni. Az asszálynak a
szőlőbe a keringés, a tápanyag felvétel, az nem olyan mértékben tudott, és nem olyankor tudott a legszükségesebb almatrészek szempontjából, vagy alkotórészek szempontjából megvalósulni, mint ahogy az a adott fejlődési időszakban szükséges lett volna, és ennek hatására a muskok tápanyagban szegények lettek. Tehát valamennyien megtapasztalták, hogy jelentős volt a musknak a cukortartalma, a napkőség hatására alacsony lett a savtartalom, tehát hogyha azt a bizonyos glukóacidinetrikus mutatót nézzük, ami mindenképpen a harmonikus borhoz kell, akkor 2015-ben savragot ajánlatos szüretelni, vagy pedig a mustba rögtön a savkiegészítést elvégezni. Ugyanakkor, akik használtak tápsor és fajjelesztőt, azoknál az erjedésnek a folyamata a korábbiakban is megszokott normális ütemből, ennek hiányában elhúzódó erjedések, esetenként maradék cukrot tartalmazó végtelenségek keletkeztek, és jó volt, hogyha kisebb volt hibák, mint például a kénhidrogénszag, az nem tudott kialakulni. Egy-két tétel volt, ami maradék cukrot tartalmazott, az egyik okleveles volt pont ilyen, amiben cukor is van, ugyanakkor nyilván azért nem kérdezte a gazdag, mert ott van még szerette volna, hogyha szárazra kierjed, nem kérdezte ennek hatására az elsődleges illatot elmondták, már egy oxidáltak, áradtak, áradtak a felült a bor. Tehát így egyik lépést, hogyha hibás vagy hiányos melegészítem ki, de magatkozom közben, akkor az egy láncfolyamatot indít el, és összesen két ilyen borvonal joglevelet kapott, tehát nem vészes, csak azért úgy megemlítem, hogy ez a nagy meleg, nagy szárasság, kevés mustáknak a következménye, és hogy akkor milyen helyes beavatkozások vannak. Ha összefoglalom a 2015-ös évnek az évjáratát, akkor nagy meleg, nagy szárasság, a 60 éves átlag feletti értékekkel jelentkezett, a hőmérséklet az 5 hőhullám mellett ugyancsak pluszkozott, és a csapadék szempontjából pedig mediterrán jelleg uralkodott, és ez az évek szinte ezt is nézzük most már. Az állati fertőzés szempontjából erősödést tapasztalunk, hiszen a telep nagyon enyhébb, és most már ez 2014-ben is jellemző volt, és 2015-ben is. Ezért nagy jelentőségű a lemosók permetezés, illetve a levágott vesszőknek a mielőbbi elégetése. A szőlő növényeken a piroxél a levél alapja megjelent. Reméljük, hogy a károkozás az nem lesz egy jóval korábbi időszakra jellemző. A borversenyre 36 bor kerül benevezésre, ez mindössze egy mintával kevesebb, mint 2014-ben volt, ugyanakkor az eredmények jóval jobbak. Így nagyon kevés hibát tudok itt most felsorolni, hála Isten, de azért a főszempontokat nézzük végül. Valamennyi bornak a tisztasága a megfelelőtől a csillogóig terjed, egy borban sem kellett tisztasági szempontból kifogást emelni. A borok színe a zöldes-fehértől, a kissé mélyebb sárgáig, a szarvaságon keresztül. Tehát minden bor színét el tudtuk fogadni, nem volt a fajta idegen színe, hogy betéphat volna a bor, vagy olyan nem természetes vörösárgyak a vörös boroknál. Az illatok a neutrális illattól, a fajta jelleges illatig terjedtek, ez alól az illatos fajták kivétele, mert az ilyen forró időszak az nagyon igénybe veszi az illatanyagokat, tehát az irsai, muszkátotonel, cserszegi, tehát ezeknek az illatanyaga, ez nem volt olyan tetszetős, mint mondjuk 2014-ben, amikor jóval ütegett volt az előjárás. Ugye a bort a kérdezett értékén fogyasztjuk, ne azért, hogy belegünk tőle, és ugye a borokat még a harmóniát keressük. A harmóniának az egy, a
két fő összetevője az alkohol és a savtartalom. Mert hogyha az alkohol túlsúlyba kerül, és ezt nem megfelelő sav egészíti ki, akkor egy kesernyés utóízt tudunk érezni a borban. Ugyanakkor, ugye, amit korábban ugye úgy mondtunk, hogy a mustfok és a savar, az a vinkarcidinetrikus mutató, az régig vonul, csak ugye mivel a mustnak a cukortartalmából az alkoholos erjedésében alkohol képződik, itt már azért a boroknál alkohol és savarányról beszélünk. Néhány tételnél az alkohol túlsúly azért határozottan érezhető volt, tehát bízom benne, hogy ez nem azért, hogy a magas mustfokot még egy kicsit cukorral is kiegészítettük, mert hát azt mindig szoktuk, hanem talán egy későbbi születtel született meg ez a magas alkoholtartalom. Néhány tételnél lehetett érezni azt a gondosságot, hogy a bornak a savtartalmát vagy bevizsgáltatták, vagy pedig már akkor a főmintben hallani lehetett, hogy mennyivel alacsonyabbak a savak, és történt savkiegészítés. Ezt azért célszerű a mustban elvégezni, mert általában egy-másfél darab körüli értékkel csökken a mustoknak a titrálható savtartalma, mert az eljedés során képződő alkohol az kevesebb öltősavat tud oldalán tartani a maga a bor, és a seprőnek a jelentős részét ez a borkő is képezi. Tehát, hogyha én akkor ha amúgy is alacsony most savtartalmul egy évjárat indulója, akkor ha én ezt a mustba beteszem, akkor ugye az ott a sav hatására a répacukor sokkal gyorsabban bomlik el a két egyszerű cukorra, a gyümölcukorra, meg a szőlőcukorra, ami utána hát eljeszthető cukor is lesz a baktériumoknak a számára. Tehát ezért tudom ajánlani, hogy jobban simán lesz egy bor, hogyha mustba teszem a savbotlást, nem pedig a borba. Megjegyeztük a szöveges értékelésbe, hogyha egy kicsit élesebb volt a sav, de kisebb hiba volt, vagy kisebb eltérés, mint hogyha túl lágy maradt a bor, és az egy szinte gerinc nélküli savtalan bor lett. Talán egy bor, ahol maradék cukor is van, meg a sav is alacsony, ott van a legerősebb diszharmónia. Talán két tételnél éreztük egy kicsit magasabb kényszínűen, de remélem, hogy elmarasztaljuk ezért a bort. Ugyanakkor ennek a kétszerese volt, ahol már a kényszín az alsó határok volt. Azt tudják, arra mindig a bor egész élete során figyelni kell. Ugye van egy rendszeres ellenőrzés, amikor a szőlőt lekényeztem, hogy azokat az elsődleges finom illatokat meg őrizni. Utána, amikor az eljegés vége van, és nem akkor, amikor a fülem már nem hallja a bötyögést, mert ha nem kénezem a kielélt bort, ott meleg van. Az almasav, ami fehérboroknál nagyon nagy érték, az ebbe a melegben nagyon gyorsan a baktériumok hatására a bomlásnak indul, és a fehérbor a szép savgerincét elveszti, gerincbelenné válik. Tehát ezért fontos, hogy megkóstolom, ha a nyelvet nagyon nem érzem, hogy édes, már is kénezek. Ezzel a kieljedt mustba, seprős borba a baktériumokat igyekszem elpusztítani, tehát ők később gondolatot okozhatnak. Elősegítem vele a bornak a tisztulását. A fejtésnél már sokkal kevesebb seprőt fogok magammal inni. És nyugodt lehetek, mert megőrzi a kémhatására. Tehát ez egy olyan reduktív környezetet biztosít, hogy megmaradnak a szép elsődleges illatok, és ugyanakkor ez az antiszeptikus védelem is megjelenik, tehát mindenképpen jót teszek. De ugye utána fejtek. Hát a fejtésnél is, ha én becsületes alapkénezést végeztem, akkor a márciusi fejtés lesz az, ahol igenis a kényszinten ajánlatos ellenőrizni, meg bizonyára gondolni is kell, hiszen április környékén a pincéknek a felmelegedése is megindul, és ha alacsony a kényszinten, akkor azért a hordókórusain keresztül mindenképpen levegőt kap a bor, és ez az oxidációs folyamat az el tud indulni. Rozéból egyterű bevezésre, hát az évjárat, amilyen volt, a gyümölcs illattal adós maradt. Nem kell. Közepes érték. Nem kell a részletes. Csak azért mondtam, hogy egy közepes érték. Igen, a rozé jól általános, hogy egy közepes érték.
színeket hoztak, szintén nagyon jó volt a boroknak a tisztasága. És akkor két tétel volt, ahol a kénezés az nem történt meg időben, és az egyik bornálnál emelkedő illósalat is lehet érezni, minél előbb kénezni kell a bort, nehogy az ecetesedés az meginduljon. És egy-két tétel volt, ahol talán kicsi a terület, több borra van szükség, és többet hagytak a tőkéken, mint amit a tőkőrönösségben elvét volna. A fajta borok közül a Merlot Cabernet Sauvignonban nagyon szép tételeket is találkoztunk, itt aranyérmes borok is születtek. Én kívánok valamennyitnek, hogy jó hangulatba teljen a nap további része, és legyen alkalmuk, főleg az aranyérmes borokat is megkóstolni, mert a gazdák nyilván büszkék arra, hogy nekik ez sikerült, másnak meg hadd szerezzen örömet, főleg, hogy három olasz fészkénnyel összehasonlító bírálatot vagy kóstolást is tudnak végezni, és akkor meg fogják látni, hogy ami a legjobb, az miért a legjobb. Talán a három aranyérmes közül, amit ne a magyar aranyérmessel kezdik a kóstolást, ha mondjuk az olasz fészkénnyeket szeretnék megkóstolni, és akkor érzik azt a minőségi különbséget, ami még a jó borok között is van. És akkor én ebbe szeretném volna összefoglalni azt, ami mindenkire tartozik, hiszen ugyanúgy megkapják a borokról az önálló értékelést, ahogy azt szoktuk. Néhány gazdánál odaírtam a beszélt meg, mert nekem is van kérdésem, vagy azért, mert nem a fajtához teljesen illő illat, vagy ha illik, akkor milyen fajélesztőt használ, vagy... Tehát vannak azért olyan apró kérdések, hogy vannak, itt van a gazdája, akkor